médiatámogatási koncepció szerint és mentén a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alaphoz, illetve az ezt kezelő médiatanácshoz kerültek a koncepció által filmes platformra való filmalkotások támogatásai. A legtöbb kérdés felénk amiatt érkezett, hogy most mi műsorokat vagy filmeket fogunk támogatni. Én azt gondolom, hogy erre lehet egészen határozottan és bátran válaszolni, filmeket fogunk támogatni, viszont nem elhanyagolva azt a szempontot, amit a mindenkori közszolgálat támaszt ezekkel a filmekkel kapcsolatban. Dokumentumfilmek és hivatalos filmrendezésre, tehát nem nagyon választanám kettőt. Azt látom, hogy most a dokumentumfilm is közeledik a 21. század vizuális nyelvhez, közeledik fel is tehát, hogy olyan eszközöket használ, amit a mai fiatalok szívesen néznek. Okosabbak lettünk. Tudni, eddig ködés és naszat volt a dologban. Most egy kicsit tisztább a dolog, annyi van, hogy mi lesz a dokumentumfilmek, hogy ők se tudják még. Ez a mi feladatunk, hogy az a formát megtaláljuk. A televízió ki az, és ilyenek csinál teret és szerette nézd ehhez, szeretetlen a... Hogyha jó dokumentumfilmet vetítenek, vagy bármi jót vetítenek, az érdekes módon az elsőre nem is esettek az ismétlésnél már a tömegeket is megmutatni. De a televízió önmagában egy nagy lehetőség, hiszen ha nem nézi senki, akkor is vannak, hogy 50 ezer. Na most ez moziba soha nem képzelhető számára. Nem hiszem, hogy dokumentumfilm nélkül, pláne a mai információs, halmozos világban. Tehát olyan filmek lehet nyilván követnek eseményeket, megmagyaráznak, érzelmekre is tudnak hatni, hogy enélkül lehet. Ezt nem hiszem.